Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Újabb játékos kötelezte magát a Nyíregyháza Blúsárszhoz. Az osztrák Auer és Pelikán János nyert a V4 Pécsről széries versenyen. A szlovéniai edzőtábor után ismét hazai környezetben készül a Spari. A legjobb 6 közé kerülés célozza meg a tarpai futballcsapat. Sikeres szezon zártak a Nyíregyházi Sportcentrum Rider labdázói. Újabb játékos kötelezte magát a Nyíregyháza Blúsárszhoz. A legutóbbi szezonban a TF Budapest csapatában szereplő Szobi Dániel a következő bajnokságban a Kékcápák csapatát erősíti. Nagyon örülök neki, hogy sikerült megegyeznünk vele, és a következő szezonban nálunk fog játszani. A képbe kerüléséről annyit, hogy már a TF A csoportból jutása előtt is gondoltam az ő játékára. Sajnos nagyon ügyesen játszott akkor, amikor mi Győrben a Hepkupa elődöntőjében kikaptunk tőlük, ők pedig később megnyerték a Hepkupát. És alapvetően már abban a bajnokságban nyújtott teljesítmény alapján is figyeltem őt, de mikor fölkerültek az A csoportba a TF-el, akkor egyértelmű volt, hogy fölösleges keresni, és éppen ezért nem is indítottam semmilyen megmozdulás az irányába. Viszont most ebben az évben a TF A csoporttól való búcsúzása után szerettük volna, hogyha egy picit sikerül felfrissíteni a csapatunkat, illetve azért egy másik apropó is, a néhány játékosunk távozása is szükségessé tette azt, hogy nézzünk egy kicsit szét a hazai piacon, és úgy gondolom, hogy ő egy olyan játékos, aki illeszkedni fog a mi csapat szerkezetünkbe, és nem csak a szerkezetünkbe, hanem a csapat hangulatába is, és a játékával szerintem mindenféleképpen előre fogja mozdítani a csapatunknak az eredményességét is. Ilyen poszton használható játékosról van szó? Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. A TF-ben egyes poszton is játszott természetesen, de 197-198 magas, úgyhogy nem csak egyes poszton, hanem talán egyestől hármasig, de szükség esetén még négyesként is bevethető lehetne. Ha ezt ő meghallja, akkor majd szépen a fejéhez kap, de maradjunk az egyestől hármas pozícióig. Az ő igazolásával gyakorlatilag végleges a magyar kerete a csapatnak? Azt kell, hogy mondjam, hogy majd, hogy nem végleges. Szeretném, hogyha a fiatalok közül is tudnának néhányan itt edzeni velünk, és ők is egy picit részesei lehetnének a csapat mindennapjának, de ahhoz, hogy a 12-es létszám kialakuljon, ahhoz szükség is van arra, hogy fiatal játékosok legyenek itt, illetve természetesen az edzéseken nem 12-en, hanem 14-en leszünk meg általában. Sajnos kell arra számítani, hogy mindig van egy-két sérült a csapatban, de ahhoz, hogy megfelelő edzésmunkát tudjunk végezni, azért kell, hogy ilyen létszámmal legyünk. Jövő héten kezdődik egy képzőtábor, ami most már harmadik éve csinálunk az utánpótlás játékosokkal, ahol már a felnőtt játékosok is részt vesznek a képzésben, de igazából jövő hét közepén kezdődik a felkészülés. Először is tesztekkel, felmérésekkel, és utána kezdjük el igazából a munkát a következő héten. Nem fogja mindenki csatlakozni, akik még válogatottak voltak, ugye a Sitku Marci, illetve a Dancsis Andris, ők később jönnek, illetve a Mokászki Máté. Körülbelül egy augusztus közepére lesz úgy meg a csapat, hogy mindenki készen áll a felkészülésre, és utána majd jönnek augusztus vége fel az edzőmeccsek. Az osztrák Auer nyerte a V4 Speciál Series Vásárosnemény és Nyíregyháza közötti kerékpárversenyét, megelőzve Pelikán Jánost. Másnap Vásárosnemény és Ibrány között Pelikán végzett az élen. Visszajelzések alapján és az én véleményem szerint is nagyon jól sikerült a verseny mind a két nap. Ugye a V4 Speciál Series már jelen volt tavaly is megyébe, de mivel jövőre mi világkupára, U19-es világkupa szervezésére kandidáltunk, így folyamatosan emeljük magunk előtt is a színvonalat. És a biztosítás, szervezés, logisztika, illetve minden olyan egyéb kapcsolódó tevékenységbe ugye próbálunk egyre magasabb teljesítmény nyújtani, hogy rákészüljünk erre a jövő évi világkupára. Milyen erősségű, milyen rangú volt a mezőny? Egy Európa kupa futam szintű mezőnyről beszélünk. Gyakorlatilag kontinentális csapatok, nemzeti válogatott, illetve klubcsapatok voltak jelen. Volt egy pár csapat, aki nem tudott sajnos eljönni. Volt például egy kazah csapat, akik erős csapatnak számítanak, ők nem voltak jelen, de egy nagyon erős, masszív mezőnyről beszélhetünk. Az országban gyakorlatilag két olyan verseny van, ahol ilyen szintű mezőny jön össze.
ebből hál' Istennek az egyiknek, illetve mind a két napnak, ugye, ami megyénk adott helyet. Hány embernek mekkora munkája volt a szervezésben, hiszen rengeteg települést érintő versenyről volt szó? A biztosításban naponta 5-600 ember vett részt, és a szervezés, logisztika, az építések, a étkeztetés, a szállásnak a tevékenységében szintén ilyen 2-300 embernek a munkája van, akik gyakorlatilag ezt a hétvégét, illetve az előtte lévő két napot, meg az utána lévő egy napot már szinte ezzel töltötték, hogy ez rendben lezajlódjon. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebbe a két napba, hogy ilyen sikeresen lezajlott, részt vett. Jövő évi kandidálás miatt ugye különös figyelem volt erre a két versenyre, mert a versenybíró, akit leküldött a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, az most különösen figyelte, hogy alkalmas-e a mostani stáb, meg ugye a versenyigazgatóként az én személyem, és hogy levezényeljen jövőre egy ilyen világkupát. Utána a beszélgetésből az derült ki, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon kis, pici, apró hibák voltak a rendezésben, amik nem befolyásolják, úgyhogy azt mondja, hogy nagyon, nagyon meg volt elégedve a munkával. Mikor dőlhet el a jövő évi világkupa verseny sorsa? Május 15-én adtuk be a kandidálást, ugye május 18-ai Házton körüli versenyen itt Nyíregyházán volt ugye a bejelentés, illetve a kandidálás előtt másfél héttel rendeztük a főfutamot, a V4-nek a Budapest Pannonhalmát, a főfutamot. De gyakorlatilag a logisztikába és a szervezésbe a két speciál series, ami most a hétvégén zajlott, kicsit felülmúlta a Budapest Pannonhalmit, mert ugye magunkat is próbálgatjuk. A szervező, a Merse, illetve a főszervező, a Törzsök Zsolt úr, ő, neki a szakmai múltja és a szakmai tekintélye az már megalapozza azt, hogy itt a jövő évi lebonyolítás ne forogjon kockán, illetve mivel ő az egyetlen olyan nemzetközi bíró Magyarországon, aki országúti kerékpárversenyeken vesz részt, így az ő szakmai múltja az megalapozza az egészet. Ezen a két napon most a Nemzetközi Szövetség nézte, hogy a helyszín, a logisztika, a biztosítás, illetve ahogy mondtam, hogy én, mint versenyigazgató, hogy tudom levezényelni. Itt mindenki jól vizsgázott, így szerintem várjuk a visszajelzést a Nemzetközi Szövetségtől, de szerintem ez fog működni. Az év hátralévő részében a megyében akár milyen szintű verseny várható, amíg? Szeptemberben lesz egy Tour de Vásáros Namény. A töltésen fog zajlani egy amatőr kerékpár verseny, egy olimpiai öt próba sorozat része. Annak az előkészületeit csinálgatjuk, de ugye az egy jóval könnyebb logisztikát, illetve szervezést igénylő verseny. És utána készülünk a jövő évre, jövőre viszont szintén lesz 4-5 verseny a megyébe, amit meg fogunk csinálni. Ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartacus. Zozán Spisiák együttese két vereség mellett egy döntetlent játszott, és egyszer győzött a szlovéniai edzőtábor alatt. Visszatértünk a Szlovéniából, azt mondom, azt, amit terveztünk elsősorban, hogy befejezzük az erőléti fázist, azt elértük, be is fejeztük ott ezt a munkát. A másik része volt, hogy taktikai szempontból próbáljuk minél jobban összehangolódni a csapatot és az új játékosok, akik érkeztek, új információkkal, új dolgokkal, új metodákkal. Azt mondom, hogy ezekre is volt nagy szükség, és ezt is sikerült beépíteni. Ugyanúgy a fiatalokat kerestük, hogy minél jobb pozícióba találjuk őket, meg hogy tudjuk őket is minél jobban beépíteni. Ez is sikerült, azt mondom, hogy jó ellenfeleken ellen játszottunk, jó iramba, jó küzdelmes meccsek voltak. Sajnos az első meccs az nem jött össze, de benne voltak bizonyos dolgok, amire lehetett számítani, hogy meg lesz fogva a csapat, és ez ki is jött. Nem kellett akkora arányra kikapni,
kapni, de belecsúsztunk ebbe a szituációba. A többi meccsen stabilan lejátszottunk, azt mondom, minden meccset lehetett volna nyerni a helyzetek alapon. Az utolsó meccset behúztuk, mint az eredménybe is. De azt mondom, azokat a célokat, amiket kitűztük, mindegyiket maximumra tudtuk hozni, és pozitívan tudtuk lezárni a szlovéniai túrát. Nem csak a pályán fontos, hogy jól legyen egy közösség, hanem az öltözőben is. Mennyire alakul ez a közösség? A csapat kohézió nagyon fontos, azt tudjuk, ezt is kell építeni, úgyhogy napról napra kell dolgozni rajta. Azt mondom, hogy a játékosok jó hangulatban vannak, jó viszonyban vannak egymással, megérték a fontosságát ennek a résznek, úgyhogy ők is tesznek nagyon sokat bele, hogy ez működjön, és hogy megismerik egymást. Azt mondjuk, ők is napról napra több információt kapnak egymásról, és már annál jobb a hangulat és az összetétel az öltözőben. Egy játékos keretben van 24-26 játékos, viszont mindenki szeretne a kezdőcsapatban lenni. Másfél hét van hátra a bajnoki rajti, nagyjából körvonalazódik az, hogy kik futnak majd ki az első meccsen a pályára. Én azt mondom, hogy ezt a játékot úgy találták ki, hogy 11 játékos kezdi, úgyhogy ebbe a fázisban mindenki még harcol, mindenki keresi a saját pozícióját, úgyhogy küzdenek, dolgoznak, próbálják bebizonyítani, hogy ki az, akire lehet számítani, mint kezdőnek, ki az, aki tud segíteni, mint cserekin, de mindenféleképpen még versenyben vannak, úgyhogy azt mondanám, hogy persze, hogy van egy gerinc, van egy elképzelésünk, ezen dolgozunk, de ugyanúgy a többiek is kapják a saját lehetőséget, és mutatják is az edzésen, hogy rájuk is lehet számítani, és hogy nagyon fontos, hogy jó állapotban legyenek, hogy akár kezdőbe, akár cselekként tudjanak segíteni. Nagyon fontos lesz az augusztus 7 meccse, sok utazással, erre külön kell készülni? Mindenféleképpen mindenbe kell kalkulálni ezeket az utazásokat, idegeni meccse, otthoni meccs, sok meccs, ezt be kell tervezni, jó programot ki kell dolgozni, jó tervet ki kell dolgozni, úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy erről be is jól legyünk, de ugyanúgy frissen is tudjuk fogadni ezeket a meccseket. Egy edzőtábor általában a futballisták álma, neked nem az első és valószínűleg nem az utolsó volt, milyen volt most ez a szlovéniai néhány nap? Remélem, hogy nem az utolsó volt. Eléggé fárasztó volt, mert azért sokat edzettünk. Azért magasan voltunk, az idő is olyan volt, hogy itt azért, azt hittem, hogy itthon is ilyen rossz idő van, mint ott, mert azért ott lehetett szó szerint fázni, de azért inkább az edzésekkel foglalkoztunk, elfáradtunk, szerintem azt a munkát elvégezte a csapat, amit a mester kijelölt, és választott erre az időre, időtartamra, úgyhogy fárasztó volt, de itt vagyunk, úgyhogy várja már mindenki a bajnokság kezdetét. Négy meccset játszottatok különböző erősségi ellenfelekkel, különböző eredményekkel. Milyenek voltak ezek a meccsek a pályán? Kiegyenlített játék volt. Az első meccs az olyan volt, amilyen az ott tényleg, ahogy a mester is elmondta, hogy ott azért több tényező sem úgy alakult, ami egy meccs előtt kell, hogy alakuljon. Sajnos itt ki is jött ugye az eredmény, de a többi mérkőzésben mind partiban voltunk, és szerintem nem játszottunk alárendelt szerepben, úgyhogy szerintem elérte a célját az, hogy most ugye különféle játék típusokat és stílusokat tudtunk gyakorolni. Az erővel szerintem nem lesz probléma, szerintem egyik legjobb erőben lesz a brigád, de hát ez majd a bajnokságba derül ki, úgyhogy remélem, hogy a bajnokságra át tudják menteni a srácok ezt az erőt és a formát. Egy ilyen edzőtábor arra is, hogy az új játékosok beilleszkedjenek a közösségbe, erősödjön a csapat kohézius ereje, ezen a téren hova tartotok? Szerintem az újakat befogadtuk, úgyhogy ők is beilleszkedtek, nem volt ezzel probléma. Mondjuk még azért várjuk az újaknak a beugróját és a szakmai stábnak, az újaknak, mert még ott nem volt, úgyhogy reméljük, hogy majd ez is meghallgatja a mester, és ez eleget tesz ennek. Közeleg a bajnoki rajt, érezi már azt az egészséges várakozás feszültséget, ami ilyenkor kell, hogy benne legyen egy futballistában? Hát én ezt már az felkészülés elejétől ezt érzem és várom, hogy már kezdődjön a bajnokság, mert tényleg azt szeretem én is, hogyha van tétés, és annyira ezeket a felkészülési meccseket. Nagyon nehéz egy játékosnak szerintem úgy felpörögni, hogy ugyanazt tudja hozni, mint amit a bajnokságba, úgyhogy tényleg én is kíváncsian várom, hogy fogunk szerepelni, és tényleg már azt várom, hogy kifussunk a pályára bajnoki ritmusba. Azt szokták mondani a futballisták, mindig a következő meccsre készülünk, most viszont egy olyan augusztus lesz, ahol 7 meccset játszik a csapat, tehát gyakorlatilag meghatározhatja az egész bajnokság, legalábbis az egész ősz kimenetelét. Azért foglalkoztok ezzel?
Igen, hát azért is játszottunk ugye minél több meccset, mert hogy erre a ritmusra angolodjunk, úgyhogy tényleg ez nagyon fontos augusztus lesz, mert itt, hogyha valaki oljon ki ebből a hét meccsből, akkor az meg tudja alapozni az egész őszi szezont, és akár az egész éves teljesítményét, úgyhogy tényleg bizakodó vagyok, remélem, hogy jól fogjuk bírni ezt a szerda-vasárnap ritmust, úgyhogy hazai pályán minél jobban szeretnék szerepelni, mint ami volt tavaly is, ami elég jó volt, úgyhogy bizakodó vagyok mindenféleképpen. A legjobb hat közé kerülés célozza meg a megyei első osztályú bajnokságban a Tarpai futballcsapat. Máton István edző szeretne minél több fiatalt beépíteni az együttesbe. Július 8-án hétfőn kezdtük a felkészülést. Már bajnokság közben volt 3 fiatal, aki a külföldi munkát választotta. Rajtuk kívül egyedül Kanóc Béla távozott, és 3 új játékosunk van. Fejegyarmatról igazoltuk Gáricsit, Vásárosnaményból Fejes Janit, és Sényéről tért vissza hozzánk fél év után Lakatos Bence. Mi az, amin változtatni szeretnétek ahhoz, hogy a következő szezon jobb legyen, mint az előző? Csináltunk egy jó őszt, ami talán egy kicsit kifutott volt ahhoz képest, amit vártak tőlünk. Ehhez képest a tavasz az csalódás volt. Összességében olyan helyen zártunk, amit előzetesen lehetett várni a csapattól. Azért próbáltunk most inkább olyan minőségi játékosokat igazolni, akikkel azért ettől a 9. helytől előrébb lehet lépni. Nem titok, hogy szeretnénk még 1-2 posztra igazolni, hogyha ez sikerül, majd ennek tükrében tudjuk meghatározni a pontot. Célkitűzést. Szeretnénk azért az első 6-ba odaérni, és nem titok, hogy azért nem térünk rá arról az útról, hogy minél több fiatalt beépíteni a felnőtt csapatba. Mennyire bő a megyei játékos piac, mennyire vonzó a futballisták számára Tarpa? Tarpa, mint maga az a közeg és az a létesítmény, amivel rendelkezünk, az vonzó. Nyilván a távolság az nem minden játékosnál könnyíti meg az átigazolást, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan verseny, olyan felvert árak a megyébe, amivel nem tudunk és nem is akarunk versenyezni, hogy nagyon nehéz játékost igazolni. Ebben az átigazolási szezonban is beszéltünk körülbelül 20-25 játékossal, akik közül ezzel a 3-mal sikerült egyenlőre megegyezni. A Viszontai Labdarúgó Akadémia is Tarpán, az ott nevelkedő fiatalokra mikor lehet már érdemben számítani? Már tavaly is játszottak ebből az akadémiáról kikerülő fiatalok közül. Nyilván ez azért nehéz, mert 13-14 évesen a legügyesebb játékosokat mindig elviszik az NB1-es utánpótlás klubok, de azon dolgozunk, hogy minél többen tudjanak oda kerülni. Már most a nyári felkészülést is úgy kezdtük, hogy az U19-es csapatból 2 játékos, az U17-es csapatból pedig 4-en a felnőttek kezdték a felkészülést. A korábbi szövetségi kapitány Csank János szaktanácsadóként segítette az egyesület munkáját, így lesz ez a jövőben is. Igen, Csank mester marad, és ahogy elkezdtük a felkészülést, talán annyi változás van ehhez képest, az eddigiekhez képest, hogy még jobban belefolyik a napi munkában, és edzéseken is ott van, nem csak a tanácsaival, hanem magával a saját munkáját is beleteszi az edzésekbe. Hogy néz ki a felkészülési program? Hány edzőmeccset terveztek a bajnoki rajtig? 7 edzőmeccset terveztünk, végig Tarpán lesznek az edzéseink, edzőmérkőzés lesz idegenben is, de az edzésekről nem fogunk kimozdulni, minden körülmény adott a megfelelő munkához. A villanyfényes péntek esti meccsek népszerűek voltak, mind a szurkolók, mind az ellenfelek körében. Lesz a folytatás? Mi szeretnénk, hogyha ez folytatódna. Vannak csapatok, akik ettől idegenkednek. Volt már olyan csapat is, aki elsőre azt mondta, hogy hát nem tudják, viszont mikor villanyfényben játszottak, akkor azt mondták, hogy ilyen élményben még nem volt részük. Én továbbra is azt mondom, csak ismételni tudom önmagamat, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbálják ki. Biztos, hogy tetszeni fog nekik, nagyon jó hangulata van, és nem biztos, hogy minden megyei játékosnak megadatik majd az, hogy villanyfénybe játszom bajnoki mérkőzést. A 13 évesektől a 21 évesekig valamennyi korosztályban bejutottak az országos döntőbe a Nyíregyházi Sportcentrum lányröplabdázói. A legjobb helyezést a 4. helyen záró U19-es együttes érte el. Gyakorlatilag 8 korosztály, U10-től U21-ig.
közel 150-200 versenyzőnk van. Ezek között természetesen vannak, akik igazolt játékosok, és vannak, akik csak edzésre járnak, és ők még nem versenyeznek. Milyen bázisiskolákra épül a szakág? Általános iskolában három bázisiskolánkat mondhatjuk el, a Móricz, a BEM és az Arany, de ezen kívül a tavalyi évben már a legkisebbeknél városi szintű toborzást is végeztünk, és elmondhatjuk, hogy az Ötvösből, a Mórából és a Görögből, tehát több iskolából is egy-két kislány jelentkezett hozzánk, és nagyon népszerű volt. És bízunk ebben, hogy ugyanilyen népszerű lesz a következő szezonban is. Különböző korosztályokról van szó, gondolom, különböző versenyrendszerekben versenyeznek. Igen, a legkisebbek gyakorlatilag az U10, ők a Manóba indulnak, nekik országos szinten egy országos versenyünk van, az májusban történik meg. Náluk még nincs eredményszámítás, időre játszanak, 10 percre. Nagyon-nagyon élvezték idén is a gyerekek, közel 50 fővel tudtunk elindulni, 4 csapatot indítottunk, illetve évközben van a Volley 2020-as program sorozat keretében, amikor mi is rendezünk versenyt, Nyíregyházán is van egy őszi és egy tavaszi forduló, ott tudnak mérkőzni, illetve jövő évben szeretnénk, hogyha minél több csapatunk lenne, valóban itt a legkisebbek is úgynevezett házi bajnokságot tudnánk nekik versenyeztetni. Az U11-esek azok ilyen tornarendszerben, nekik is évvégén volt egy ilyen országos manó vagy szupermini kupa versenysorozat, és a miniktől van ez az a versenysorozat, amikor tornarendszerben, tehát évközben 6-8 tornán kell részt venni, és azt követően, hogyha bejutunk, akkor az országos döntő. Akkor nézzük ezeket az eredményeket, ezeknek a csapatoknak az eredményeit. El kell mondanom, hogy az U13-tól U21-ig minden korosztályba bejutottunk az országos 6-os döntőbe, vagyis az U13-asoknál 12-es döntőbe. Ezt kevés magyar utánpótlásbázis mondhatja el, úgyhogy erre is büszkék vagyunk. Az U21-esek a 5. helyen végeztünk. Itt azért tudni kell, hogy az U21-es bajnokságban visszajátszhatnak a felnőtt csapat keretei. Ugye előző szezonban mi ezt a bajnokságot megnyertük, de hát akkor még tudott játszani Varga Eliza. Most idén sajnos, mivel az elődöntő időpontja ütközött, ezért őt se, és Tóth Fruzsit, Tóth Dalmát se tudta nélkülözni a felnőtt csapat, tehát egyedül Szabó Lili vett részt az országos döntőn. Az előkelő 5. helyet szereztük, meg én úgy gondolom. Az U19-es csapatunk Hajszár Hírján maradt le a bronzéremről, 4. helyen végeztünk. Ez nem sok különbség volt, gyakorlatilag majdnem ugyanaz a gárda versenyzett, mint az U21-es bajnokságban. Az U17-esek első évesekként és sok gyerek korosztályú játékosként 6. helyen végzett. Az OGB A csapatunk a gyerekbajnokságban szintén a 6. helyen végzett, nagy csatákat küzdöttek. Úgy gondolom, hogy elég kiegyensúlyozott most már a bajnokság, és maga azzal, hogy bejutunk az országos döntőkbe, ez legjobb 6. helyezetnek lenni, ez egy nagyon jó eredmény. Nem szorosan az egyesületi versenysorozathoz tartozik, de gyakorlatilag nagyon sok helyen nagy az átfedés a diákolimpiai sorozatokban, hogyan szerepeltek a nyíregyházi lányröpisek. Ugye a legmagasabb az összevont 5-6 korcsoport, a Vasvári Gimnázium, ugye a gimnáziumok közül a bázisiskolánk, ők 2. helyen végeztek, címvédőként utaztunk Békés Csabára, de sajnos a házigazdától kikaptunk, úgyhogy 2. ezüstéremmel térhettek haza. A 4. korcsoportban az volt most legutoljára, mind a Móricz és mind a BEM iskolák játékosai bejutottak, és sajnos nem sikerült nyíregyházi döntőt játszani, de a Móricz az megnyerte a diákolimpiát, a BEM pedig 3. helyezett lett. Ennyi csapathoz, ennyi játékoshoz, edzőkre, szakemberekre is szükség van. Mi a helyzet ezen a fronton?
Igen, hál' Istennek nagyon jó képzett és nagyon jó rutinos szakemberék vannak. Ugye legrégebbi motorosoknak mondhatom, ugye a Morawski házaspárt, ők a Móricz iskolában dolgoznak, Szekérné ő a Vasvári Pál gimnáziumban dolgozik, és Szavics Betti, Nagy Attillát, aki ma van a táliát, sorolhatnám ide, de hál' Istennek fiatal, próbálunk fiatalítani is, mert hiszen azért most már úgy gondolom, hogy mind a játékos létszám, mind pedig a kihívások és a nagyobb csapat létszám megköveteli ezt, úgyhogy örömteli, hogy volt játékosunk Sitko Tamara is, tavaly évben már beállt az edzők táborába, és segítséget nyújt nekünk. Szó esett már arról, hogy ugye vannak olyan utánpótlásorú játékosok, a felnőtt csapatban is rendszeresen szerephez jutnak, a fiatalabbak között vannak olyan tehetségek, akik eljuthatnak majd a felnőtt csapatig, és ez az egyik értékmérő ugye a korosztályos válogatottság ebben a korban. A U15-ös korosztályba tartozó kindúzolati a korosztályos válogatottunk, őneki megvan az esélye, hogy oda fölkerüljön, de én úgy gondolom, hogy több olyan játékosaink vannak az U17-es, illetve az U15-ös korosztályba is, akik oda kerülhetnek. Nagyon sok munka van még számukra. Megpróbáljuk egyéni képzésekkel az ő tehetségüket még jobban kibontakoztatni. Ugye kérdéses lesz, hogy a későbbiek folyamán ők mennyire gondolják komolyan a röplabdát, és mennyire fog ütközni esetleg a tanulással. Hát megpróbáljuk úgy segíteni az életüket, hogy azért a tanulás mellett legalább most itt az elején mindenféleképpen a röplabda legyen még fő cél. Július közepét írunk, mikor kezdődik a felkészülés? Augusztus elején elkezdődik majdnem minden versenyző korosztályunknak, a legkisebbeknek majd csak szeptemberben. Hál' Istennek minden korosztály, minden csapatunkkal el tudunk menni edzőtáborba, vagy az első hete, vagy a második hete. Egyre jobb körülmények között tudjuk végezni a munkát, illetve az augusztus az még azért is különösen jó, mert nincs iskola, és így napi két edzéssel tudnak készülni a játékosok. Ezzel megalapozzuk az egész éves munkának gyakorlatilag az erőnlétet, illetve technikát, taktikát tudunk csiszolni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!